Sziasztok, Szombathelyi Tamás vagyok, a Wagner Solar Hungária Kft-től, és ma arról fogunk beszélgetni, kinek ajánljuk és kinek nem ajánljuk az okos invertereket, más néven Solar Edge rendszereket. Első az, akinek nem fontos a garancia, míg egy normál inverter esetében 5, maximum 10 év garanciát adnak a gyártók alapesetben, addig a Solar Edge inverterek esetében 20 év gyártói garanciával tudjuk értékesíteni az invertereket. Az, akinek nem fontos például a rugalmasság, a bővíthetőség. Ahogy látjuk, azért az ügyfeleknek mindig nő a fogyasztásuk évről évre, ezért nagyon szeretik azt az ügyfelek, hogy későbbiekben tudnak arra gondolni, hogy bővíteni tudják saját rendszereiket. Normál inverterek esetében ez a bővíthetőség minimálisan megoldható, de nem olyan rugalmasan, mint egy Solar Edge inverter esetében, ahol más márkájú paneleket, más teljesítményű paneleket is bárhogy be tudunk tenni, több tetőfelületet is ki tudunk használni. Akinek nem fontos a többlettermelés, a hozam biztonsága, annak értelemszerűen nem fontos a Solar Edge-et választani, de a Solar Edge rendszerek minden esetben sokkal többet tudnak teljesíteni, mint a normál inverterek, még akkor is, hogyha árnyékmentes déli tetőfeletről tudunk beszélgetni. Akiknek szintén nem fontos, akik nem szeretnék napi szinten felügyelni a rendszereket, illetve a hibákat megállapítani, értelemszerűen annak sem ajánljuk a Solar Edge rendszert, viszont ennek van egy hatalmas előnye. Jó, amint a képen is látható, itt található egy ingatlan. Az ingatlan tetején két felületen vannak modulok, vannak egy felsőbb felületen, illetve egy lentibb felületen. A felső felületen nagyon jól látható, egy teljesen árnyékmentes felületről tudunk beszélni, míg az alsó felület, az egy árnyékosabb rész, itt a mellette lévő ingatlannak a túlnyúlás az egyben árnyékol maga a modulokra. Ugye nagyon sok esetben elmondják az ügyfelek azt, hogy nincs szükség a Solar Edge rendszerre, mert árnyékmentes a tetőfelete, mert nagyon jó, illetve több cégtől ezt hallják. Most ami az érdekes, és ezt mindig meg szoktuk mutatni, hogy maga a monitoring porter, illetve a napelemek oldalára átmegyünk, ugye van egy ilyen elrendezés oldal, ahol ugye látom itt az ügyfélnek az adott hetét, hogy milyen termelése volt, és tudok változtatni az adott napon, hogy mikor szeretném megnézni, milyen teljesítmények jöttek ki maga a rendszerből. És láthatom, hogy a felső felület, ami teljesen árnyékmentes, lényegében minden egyes modulnak más-más teljesítménye van. Tehát van olyan modul, ami 223,89 wattot, de van olyan, ami 209,86 wattot hozott jelen állás szerint. Ez egy adott pillanat természetesen, de ha végigmegyünk és akár napi szinten megnézzük, nincs, hiába azonosak a moduloknak a teljesítmények, mindig más mindegyiknek a hozama, és ugye ezért fontos, és azt el szoktuk mondani az ügyfeleknek, hiába árnyékmentes a felület, sosem azonos a moduloknak a teljesítménye. Ennek az egyik oka a napelemekből származó tolerancia, teljesítmény tolerancia, ez gyártóktól, illetve típusoktól függ, hogy ez hány százalék, általában ez körülbelül 5 százalék körül szokott mozogni, tehát ha én veszek egy 400 wattos napelem modult, az akár lehet 404,9 watt is, tehát minden egyes modulnak ugye más a teljesítménye. A másik, ami fontos, az napelemnek az öregedése. Nem egyformán öregednek ezek a napelem modulok. Éppen ahogy az öregedés folyamat végbe megy egy modulnál, úgy változik a teljesítménye. Harmadik a napelemnek a piszkolódása, koszolódása. Ez is változtatja a moduloknak a teljesítményét, hozamát. Negyedik a hőmérsékletbeli különbség. Minél beljebb megyünk egy rendszeren a napelemek között, annál melegebb maga a modul, a szélsők jobban szellőznek, ezáltal jobb a teljesítményük, hiszen nagyon fontos tudni, a napelemek ugye minél melegebb egy modul, annál rosszabb a teljesítménye. Solar Edge inverterek esetében, amivel optimalizálóval dolgozunk, az optimalizálóban egy szép DC funkció is szerepel, amit a normál inverterek esetében ugye nem tudunk alkalmazni, mert nincsen benne a készülékekben. Ez a funkció viszont sokkal biztonságosabbá teszi maga a Solar Edge-et a hagyományos inverterekhez képest. Akinek kimondottan ajánlom a Solar Edge-et, az szinte bárki. Főképp én azt látom, hogy építkezések során, amikor nem tudjuk azt, hogy mi a fogyasztás, de szeretnénk napelemes rendszert, vagy akár a szabályozás megköveteli, nagyon fontos a bővíthetőség, hogy akár indulunk egy rendszerrel az építkezés végén, és ezt később tudjuk bővíteni, azt látva, hogy az árkülönbség minimális ahhoz képest, amit a rendszer nyúl garanciában, biztonságban, és a 20 évben gondolkozunk, sokkal jobban, gyorsabban meg tud térülni, sokkal nagyobb biztonságunk van tényleg, mint akár egy normál inverter esetében. Monitoring szolgáltatás például abból a szempontból is egy fontos dolog,
én azt gondolom, amikor valaki vásárol egy napelemes rendszert, ő vásárol 10, 20 darab, 30 darab modult. Ugye egy konténerbe gondoljunk bele, 6-700 darab panel érkezik be. Jó esetben ebből párat vesz meg az ügyfél. Ne legyen az, hogy szállítás során akár egy repedés történik, ami nem észrevehető, és akár a későbbiekben ez nekünk veszteséget generál a rendszerbe, hiszen szállításkor, amikor kivisszük ezt, nem látjuk ezt a hibát, nem derül erre fény. Viszont egy év múlva, amikor fönn a rendszer, ugye ez a törés lényegében veszteséget fog tényleg nekünk generálni. Ebben az esetben egy normál inverter, ugye mindig minden modulja ehhez a modulhoz fog igazodni egyrésztről, másrésztről van egy hosszú garanciaidőnk, tehát nem is tudjuk érvényesíteni normál inverteres rendszer esetében, mert panel szinten nem látjuk azt, hogy hiba van maga a rendszerünkben. Úgyhogy ezért is ajánlom maga ezt a monitoring szolgáltatást, meg az okos SolarEdge invertert. Köszönöm a figyelmet, kövessetek minket YouTube csatornákon, honlapunkon, és lájkoljatok minket. Sziasztok! Thank you.